Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Szeres Attila, a Kón főszerkesztő helyettese, a média mogul. Szia Attila, szép jó reggelt kívánok! Ezekben a percekben Biden amerikai elnök az Augusta Victoria keresztény kórházban van, 2 millió amerikai dollár adományt vitt magával. Pár órával ezelőtt a szaúdiai uralkodó úgy döntött, hogy Open Skype egész Szaúd-Arábia felett a világ összes légitársasága, személyszállító légitársasága át tud repülni, beleértve az izraeli légitársaságot, ezzel megrövidítve a repüléseket, hozzásegítve azokat az embereket is, hogy eljussanak Mekkába azok a muzulmánok, hogy hádzsok lehessenek. Hú, de nagyon hangosan keveri ezt a kávét. Ez már olyan majdnem, mint a közel-keleti rendezés. Keverem, de nem jön ki belőle semmi. Szerinted hol tart az amerikai elnök látogatásán, azon kívül, hogy hamarosan még az elkövetkező órákban a palesztin nemzeti hatóság elnökével is találkozik, majd utána elrepül Szaúd-Arábiába, utána visszaérkezik a Szentföldre, és onnét visszamegy Amerikába. Jó reggelt kívánok! Önök a Breuer Péter reggeli híradóját hallották. Mi a kérdés? A kérdés az, hogy szerinted eredményes volt-e ez az út? Itt volt-e az ideje ennek? Ez egy udvariassági vizit volt, vagy egyszerűen meg akarja oldani az amerikai benzinárakat, szeretné az OPEC-et bevonni, szeretne az arabokkal tulajdonképpen a már megkezdett béketárgyalásokat tovább folytatni, hisz újabb jelentkezők vannak, akik ebben részt akarnak venni, de igazából vagy növelni szeretné az olajkitermést Arábiában, vagy olcsóbbá tenni a benzinárakat. És természetesen az iráni szerződést is szeretné nem minden áron tető alá hozni. Hát az én személyes véleményem az az, hogy az izraeli látogatás Bidennek úgy kellett, mint pupa hátára. Tehát, hogyha úgy tetszik, akkor a magam részéről én azért ezt inkább udvariassági látogatásnak tartom. Az egy nagyon fura véletlen, hogy pont az izraeli baloldali tömörülésnek a kormányfőjét kapta ki tárgyalópartnernek, ugye Jair Lapidot, hiszen két héttel ezelőtt még Naftali Bennett volt ennek a kormánynak a vezetője, azelőtt meg Netanyahu, és ahogy a dolgok állnak, lehet, hogy megint Netanyahu lesz legközelebb. No, azért ez nem olyan biztos még. Tehát, hogyha úgy tetszik, akkor Bidennek annak elmére, hogy nem nagyon, hogy mondjam, hát szóval mondom, hogy neki hát a közepébe kellett. Tehát alapvetően ugye ő a liberális, baloldali, demokrata politikát folytatja Izraellel szemben, ami nem annyira barátságos, két állami megoldásra, tehát még mindig a két állami megoldást erőltetnék, és hát szóval ők nem annyira barátságosak Izraellel, mint a republikánusok. Ezért neki nagyon kapóra jött, hogy egy hozzájuk viszonylag barátságos, de alapvetően az izraeli közvéleménynek a kisebbségét képviselő kormánnyal tárgyalhatott. Hogy miért ment a közel-keletre? Hát mindaz, amit elmondtál, az mind a körítés, és mind az eredeti elképzeléséhez kényszerűen kapcsolódó következmény, tehát ő alapvetően egyértelműen az olaj kitermelés miatt ment Szaúd-Arábiába. Tehát Biden számára úgy tűnik, hogy egy kulcskérdés, és a politikájának a középpontjában áll ez az orosz ellenes stratégia, tehát az oroszokat mindenáron tönkre kell tenni. És közben nem fontos az, hogy hány ember hal meg, hisz halomra halnak az emberek. Hát most én nem mennék ebbe bele, inkább a világpolitikai
kontextusban nézve azt gondolom, most függetlenül attól, hogy Oroszország az agresszor, meg emberekettől, meg szörnyű, meg diktatúra, meg autokrácia, meg Putyin, ettől függetlenül Amerikának a 21. században a legnagyobb kihívás, a legnagyobb probléma nem Oroszország, hanem Kína. Oroszország egy viszonylag jelentéktelen, tekinthetjük akár Lator államnak is, de az egész térség és Ukrajna a világpolitika szempontjából és amerikai érdekek szempontjából sokkal kisebb jelentőséggel bírnak, mint a kínai előretérés, amelyik gyakorlatilag már az évtized végére, a következő évtized elejére gazdasági erőben utolérhető az Egyesült Államokat. És akkor még nem is beszéltük Indiáról, amelyik pedig ugyancsak az évtized végére a világ legnépesebb állama lesz. Tehát azt gondolom, hogy egyszerűen aránytévesztés és fókusztévesztés jelenleg amerikai kormányzat részéről az, hogy ekkora ellánnal beleavatkozik ebbe az orosz-ukrán konfliktusba, de lényeg vele, hogy mi mit gondolunk erről, a lényeg az az, hogy ő azért utazott Szaúd-Arábiába, mert még jól emlékezett Ronald Reagannek a stratégiájára, aki a 80-as évek elején pontosan így tette tönkre a Szovjetuniót. Ugyanis a nézők közül talán nem mindenki emlékszik, aki engem szokott nézni, az már többször is hallotta, mert ilyenkor mindig elmondom, hogy Ronald Reagannek az volt a stratégiája, hogy ugye mivel Oroszország, illetve a Szovjetuniónak a legfontosabb bevétele az energiaordozók, az olaj és a földgáz, ezért a bevételeit úgy lehet a legjobban csökkenteni, hogyha az energiaárakat alacsonyan tartjuk. És rávette Szaúd-Arábiát, az elnöki tevékenységének az első dolga az volt, hogy rávette Szaúd-Arábiát és az OPEC-et, vagy OPEC-et a kőolajárának a lenyomására, csökkentésére, azért, hogy az oroszokat megfossza a bevételeinek a jelentős részéről. És ezzel párhuzamosan az idősebbek meg emlékeznek a csillagháborús blöffjére, amivel az űrbe kényszerítette az oroszokat fegyverkezési versenyre, ami viszont az egekbe, a csillagokba lökte a Szovjetunió kiadásait. A bevételeit lecsökkentette, a kiadásait megnövelte, és igazából ez vezetett a Szovjetunió szétesésére. És tulajdonképpen Biden úgy tűnik, hogy most ezt akarja föléleszteni, ezt a régi politikát, és igazából csak azért megy a Közel-Keletre magunk között, szóval szerintem, hogy ezt a célját elérje. Tehát a szaúdiakat rávegye arra, hogy nyomják le az olajárakat, vagyis hogy lehet lenyomni az olajárakat, hogyha megnövelik a termelést. Most az a probléma, hogy úgy tűnik, ami cikkeket én olvasok, hogy Bidennek senki sem szólt arról, hogy a szaúdi olajtermelés a csúcson van, és ezzel nem fogják tudni tovább emelni ezt a termelést. Úgyhogy ezt a célját nem tudom, hogy elérje. Izraellel kapcsolatban számos gesztust tesz, tehát tulajdonképpen ezek ilyen politikai értelemben fontos, de igazából bullshit gesztusok, kinyilvánítja, hogy amíg ő az elnök, addig Izraelnek a biztonsága fennáll, két holokauszt túlélő előtt téldre ereszkedve beszélgetett. Ezt többen azt állítják, hogy csak lehajolt hozzájuk. Hát nem tudom, szóval ezt mindenképpen én egy kicsit, hogy mondjam, ripacskodásnak gondolom, tehát azt gondolom, hogy azért nem kell ennyire eltúlozni a dolgokat, de a lényeg az, hogy akkor is megteszi ezeket a kötelező gesztusokat, és ami valóban fontos, amiket elmondtál, felsoroltál, az az, hogyha nem is kifejezetten segíti, de legalább nem gátolja az Izrael és az arab országok közötti békefolyamatnak, a Trump által elindított békefolyamatnak a kiteljesedését. Nagyon fontos fejlemény egyébként ebben a látogatásban az, amit ugyancsak elmondtál, a szaúdiaknak a egyelőre még formális gesztusai, hogy átengedik a repülőket, az izraeli repülőket, légijáratokat a területük fölött. Ez nem elsősorban Mekka miatt érdekes egyébként, hanem például azért, mert emlékszem rá, amikor a lányom még Tájföldön nyaraltak pár évvel ezelőtt, talán 3-4 évvel ezelőtt, akkor ugye mindig, hát amikor utazgattak, mindig figyelem a légijáratukat.
hogy a lányom Izraelbe él, és mindig figyelem a légijáratokat, követem a térképet, hogy éppen hol tartanak, és az izraeli légijáratok legalább 2 órás ráhagyásra kénytelenek közlekedni, például a távol-keletről Izrael felé, mert jönnek az Indiai óceánon, és a Vörös-tenger sarkán gyakorlatilag így élesen befordulnak, és végig a Vörös-tenger. Mit szólsz ahhoz, hogy Szomália titokban Benjamin Netanyahuval tárgyalt, és úgy tűnik, hogy ők is csatlakoznak. De hát Szomália azért nem a gazdag országok, és a sorsdöntőkhöz tartozik. Mit hozhat ez az izraeli konyhára? Hát Szomália szerintem sokat nem hozhat a konyhára, ott az egyébként is egy polgárháborús ország, és ember legyen a talpán, aki már az ő légterükbe merészkedne, ahol RPG-s terroristák rezdálkodnak. Ugye Szomália egyébként a legnagyobb tengeri kalóz hatalom is a világon, úgyhogy ez speciál, nem tudom, hogy ebből mennyit fog profitálni. Értem, Attila, hétfőn várunk téged személyesen, hisz a világ zsidó szemmel, ropogós témákkal, a legfrissebbekkel, természetesen egy viccel fogunk kezdeni, miszerint az Air Force Number One légiutas kísérője egy papírt ad oda az amerikai elnöknek, hogy Tel Avivba, Izraelbe érkeztünk, hogy tudja, hol vagyunk. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Kedves nézőim, ezzel a beszélgetéssel véget ért már a Pirkadat. Jönnek a szokásos pénteki műsorok. Békés, boldog sabatot önöknek. Ne felejtsék el meggyújtani a gyertyákat, elmenni a zsinagógákba. Próbálják meg, ha kétszer egymás után sikerül, lehet, hogy jön a messiás, lehet, hogy nem kell hidat foglalni, lehet, hogy nem kell bajlódni a rezsicsökkentéssel. Jön a messiás, és minden megoldódik, csak is önöktől függ. Akkor most jöjjön a híradó, és közben megvárjuk a messiást. Shabbat Shalom!